Jó estét kívánok! Önök a híres híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híradóban. Az asztályról és a jégkár elhárításról tanácskoztak ma Kecskeméten. Megújult az élményfürdő és csúszdapark 50 méteres medencéje. Ismét van vemhes szurikátája a kecskeméti vadaskertnek. Az aszályos évekről, a jégelhárító rendszerről, de még a legújabb források felhasználhatóságáról is hallhattak a Kecskeméti Városháza dísztermében azok, akik a Nemzeti Agrárkamara szerdai egésznapos fórumára ellátogattak. A szakmai rendezvény a híres hét keretében zajlott. Számukra értékes dolog éppen a mezőgazdasági kultúra, aminek fejlesztésében mi is igyekszünk minél nagyobb szerepet vállalni. Szeberényi Gyula Tamás kecskemét alpolgármester ezekkel a szavakkal köszöntötte az agrár szakembereket, akik a Nemzeti Agrárkamara mai mezőgazdasági fórumán részt vettek. A tanácskozás jelentőségét az Agrárkamara megyei elnöke foglalta össze. Azt gondolom, hogy a mai konferencia is fontos abból a szempontból, hogy egyrészt a vidékfejlesztési program aktualitásairól beszéljünk a közös agrárpolitika 2020 utáni lehetőségeiről, annak a programnak a fejleményeiről, beszéljünk a belvíz kérdésről, beszéljünk a kutak engedélyeztetésének kérdéséről. A digitális agrárstratégia szintén az egyik központi témája volt a mai konferenciának. A cél az volt, hogy a résztvevők valós képet kaphassanak minden témában úgy, hogy közben az előadók a problémákat sem hallgatták el. Azt az idei nyerés bizonyította, és a zöldségárakon is érezhetjük, hogy a szárazság sok problémát okoz. Én fontosnak tartom mindenképpen az öntözésfejlesztés, az öntözési stratégia az, amilyen azt gondolom, hogy ez az év is ebből a szempontból jól mutatja, hogy egy ilyen aszályos nyár, hogy mutatja azt, hogy ezzel foglalkoznunk kell. A fórum további fontos feladata volt az agrárpályázatok bemutatása is. Az biztos, hogy számtalan lehetőséget adtunk mind a mezőgazdaságban élők, mind az élelmiszeripari szereplők, mind a vidéki kis és közepes vállalkozások számára. Adott esetben talán túlszínesé is tették a vidékfejlesztési programot, de nem is csoda ez, hiszen ez egy komplex program. A mezőgazdasági fórum az agrár szaktanácsadók számára a kreditpont szerzési lehetőség is volt egyben. Rajtuk keresztül az Agrárkamara reményei szerint sokkal szélesebb rétegekhez eljuthatnak majd a pontos információk a legújabb szabályokról és pályázatokról. Mintegy 170 millió forintért újították fel a kecskeméti élményfürdő és csúszdapark 50 méteres medencéjét. Mint a mai átadón kiderült, a fejlesztés a vízilabda szakosztály, valamint Kecskemét önkormányzatának támogatásával valósult meg. Ma délután adták át az élményfürdő felújított 50 méteres medencéjét. A kecskeméti sportiskola fiataljai már a megnyitó előtt használatba vették a versenymedencét. A fürdőzők és a sportolók számára mindig is közkedvelt volt az 50 méteres medence, ami az elmúlt években elavulttá vált. Mostantól viszont már a megújult medencét használhatják a fürdőzők. A megnyitón a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a nemzetközi versenyekről is beszélt. 2008 óta háromszor volt itt Volvo Kupa a férfi válogatottnak, és sok világliga mérkőzés. Kemin Dénes hozzátette azzal, hogy a vízilabda igényeinek megfelelően lett felújítva a medence. Nem csak felnőtt férfi vagy női válogatott, hanem különböző utánpótlás korosztályú válogatottaknak is kiváló feltételeket biztosít. Szeberényi Gyula Tamás sportért felelős alpolgármester szerint a vízfelületet a szabadidősport és egyéb sportágak számára is szeretnék biztosítani. Ezzel a létesítménnyel a kecskeméti sportinfrastruktúra tovább fejlődött, tehát újabb, majdnem egész éven át használható vízfelületet nyertek a sportolni, egészségesebb életre, sportolni vágyó, egészségesebb életre vágyó kecskeméti emberek. Az ünnepi beszédek után a nemzeti színű szalagátvágása következett, melyet a Kesi vízilabda szakosztályának sportolói úsztattak át a medencén. A mostani korszerűsítéssel olyan medencét kapott Kecskemét, amely a vízilabda minden igényét ki tudja elégíteni, akár hivatalos mérkőzések megrendezésére is alkalmas. Még a korábbi időszakban a strandmedencét a nyári időszakban használhattuk egy rövid időintervallumon belül. Ennek a korszerűsítésnek az eredménye is az, hogy tulajdonképpen koratavasztól őszig használható a medence, hiszen a víz olyan mértékben temperálható, hogy akár
5-10 fokos külső hőmérséklet esetén is a vízhőmérséklet meg tud maradni 26-27 fok. Ivkovicsné Béres Tíme, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Ügyvezetője egy oklevelet adott át azoknak, akik sokat tettek azért, hogy a medence jó időben, jó minőségben elkészülhessen. Majd hivatalosan is átadták a kecskemétieknek a közel 170 millió forintért felújított 50 méteres medencét. Ma reggel megkezdődött a Halasi úti felüljáró kisebb mértékű felújítása. Híradónkban múlt héten foglalkoztunk a szerkezet állapotával az olaszországi hídomlás kapcsán. Akkor a közútkezelő azt közölte, hogy átfogó, több százmilliós rekonstrukcióra készülnek, de addig is folyamatosan biztosítják a felüljáron történő biztonságos közlekedést. Ennek keretében indultak el szerdán reggel az állagmegóvó felújítások. Közben pedig készülnek a tervek a szerkezet komplett megerősítésére is, amely leghamarabb jövőre kezdődhet el. Egy inkubátorral és egy diagnosztikus eszközzel gazdagodott a Bács-Kiskun megyei kórház koraszülött részlege. A segítség immár 8. alkalommal az Országos Mosolyért Egyesülettől érkezett. Már a vadonatúj nyitott inkubátorban fekszik a kis Natália, aki hamarabb jött a világra. Az új eszközre rá lehet akasztani az infúziót, de minden olyan eszköz elfér benne, amire szükség lehet a nap bármelyik szakában, mint például a különféle krémek vagy a pelenka. De nem ez volt az egyetlen olyan eszköz, amivel hozzájárult az Országos Mosolyért Egyesület a koraszülöttek egészséges fejlődéséhez. A Carprotectin egy diagnosztikus eszközt, ezt évek óta biztosítja számunkra a Mosoly Egyesület, ezzel egy speciális újszülött koraszülött betegséget a lehető legelső tüneteknél tudjuk diagnosztizálni, mely nagyon nagy segítség. Illetve ez a nyitott inkubátor, ez egy nagyon kényelmes újszülöttnek, koraszülöttnek, rendkívül jó, most gyakorlatilag a legjobb, ami elérhető a világon. A két eszközt közel 1 millió forintért tudták beszerezni. Nagy István, az Országos Mosolyért Egyesület elnöke elmondta, idén 8. alkalommal támogatják a kórházat, ez idő alatt 10 millió forint összegben adtak át új eszközöket az intézménynek. A kórházon belül pedig akik a jövő nemzedékei lesznek, azok a gyerekek lesznek, és úgy gondoltuk, hogy minden olyan lehetőséget ki kell laknáznunk a támogatók részéről, amelyekre a kórháznak szüksége van. Konkrétan betegőrző monitorok, különböző inhalátorok, csecsemő inkubátorok és minden olyan eszköz, amely ezeknek a gyerekeknek a fejlődését teszi, a komfort érzetét teszi egy kicsit jobbá, és a fejlődéshez hatalmas segítséget nyújt. Nagy István azt is elmondta, hogy fontos a koraszülött mentés fejlesztése, támogatása. Mint fogalmazott, egy olyan ellátást kell biztosítani, mely során az anyuka és a gyerek között olyan harmónia jön létre, amely az apróság fejlődését is elősegíti. Ez az úgynevezett baba-mama barát környezet. Sötétbe borult a Vágó, a Kőhíd és a Lehel utca tegnap a kora esti órákban. Az áramszolgáltató elhárította a meghibásodást, azonban a nagy igénybevétel miatt több helyen is előfordulnak áramkimaradások Kecskeméten. Az áramszolgáltató szerint ezek oka a hőség következtében nagy mennyiségben működtetett légkondicionáló berendezések, amelyek túlterhelik a hálózatot. Ezen a fotón látható, hogy sötétbe borult tegnap este 7 óra után a Vágó utca, de ugyanez volt a helyzet a Kőhíd és a Lehel utcákban is. Az itt található házakban órákig teljesen leállt az áramszolgáltatás. Amikor megjött az áram, az pedig 22 óra 15 magasságában volt, addig abszolút nem volt áram. Már az az igazság, hogy félek, ha jön az áramszolgáltató kocsi, mert akkor, ha este van, akkor már fogom a zseblámpát, mert áram nélkül vagyunk. A lakók úgy tudják, hogy eldurrant egy központi elosztó. Az áram teherbírását elvileg csak a két Vágó utcai tömbre tervezték évtizedekkel ezelőtt. Azonban most már rajta van a teljes Vágó, Lehel és Kőhíd utca is. Ez nem állapot. Tehát sok hátránya van. Nem beszélve arról, hogy ismételten mondom, hogy baleset veszélyes is. Meg a készülőkeink kárára is mehet, és azt kifizeti meg. De nem csak a három belvárosi utcában okoz gondot az áramellátás, városszerte is szelhető ingadozás a rendszerben. A nyári hőségben a fokozott klímahasználat leterheli a hálózatot, így hetek óta busszus perceket okoz a kecskemétieknek. Áramingadozás a főtér környékén is előfordul.
A Hírös Hét Fesztivál plusz áramfogyasztása szintén terheli a rendszert. Az áramszolgáltató szerint az alapvető problémát a hálózati túlterheltség okozza. Egy 10 kilovoltos hálózaton történt többszörös hiba okozott áramkimaradásokat, amelyben vélhetőleg közrejátszhatott a hetek óta tartó kánikula miatti csúcsterhelés is. A Nemzeti Közművek augusztusban ügyfeleigénye alapján bővíti kecskeméti hálózatát, a villamos hálózat biztonsági övezetében pedig gajazási munkálatokat is végez. A tervezett áramszünetek pontos idejéről és az érintett utcákról a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Ne lepődjünk meg, ha kissé zajosabb lesz az éjszaka jövő héten kedd és csütörtök között. Erre figyelmeztetett a Magyar Honvédség. A kecskeméti repülőbázis pilótái ugyanis éjszakai repüléseket hajtanak végre. Délután 5 óra és éjfél között lehet számítani a megszokottól eltérő, nagyobb zaj és hanghatásokra Kecskeméten, valamint Eger, Mezőkövesd, Tiszafüred, Tiszaújváros és Nagyatád, továbbá Kaposvár és Szigetvár térségében. A gyakorlat része az éves kiképzési repülési tervnek, célja pedig a pilóták képzettségének fenntartása. A honvédség a lakosság megértését és türelmét kéri. Látványos felvonulással kezdődött a térségi települések ma délutáni gála műsora. A menet a híres forrástól indult a nagy színpadhoz, ahol a környékbeli települések műsorai szórakoztatták az érdeklődőket. Színes forgataggá vált ma délután a főtéri Hírös Hét Fesztivál. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület idén is megszervezte a térségi települések zenés felvonulását. A menet a Hírös Forrás szökőkúttól indult és egészen a nagy színpadig tartott. A zenei aláfestésről Kuna Lajos és csapata gondoskodott. A felvonuláson 9 település vett részt, a zenei felvezetéshez bekapcsolódtak a fellépők rokonai és a főtéren érdeklődők is. A kulturális csoportok saját városuk zászlaja alatt vonultak a 0 km kőig, ahol sorba rendeződve megköszönték a figyelmet. Az egybegyűlteket végül Hamzáné lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára köszöntötte, majd a színpadon kezdetét vette a térségi települések gála műsora. A májusi tragédia után hamarosan kis szurikáták születnek a kecskeméti vadaskertben. Az új nőstény Zorina gyorsan beilleszkedett, és várhatóan 10 napon belül világra hozza kicsinyeit. Öröm az ürömben. A kiszara tragédiája után 3 hónappal Zorina, az új nőstény szurikát a csemetéket vár. Azt még nem lehet tudni, hogy pontosan hány kis állat rejtőzik a pocakban, de körülbelül 10 napon belül már megmutatják magukat a jövevények. A kis emlősök vemhessége átlagosan 70-80 napig tart, így az anyuka már igen csak a nehéz időszak végéhez közeledik. Rajta és az apukán, Zorrón is érezhető, hogy felvették az igazi szülőkhöz méltó, védelmező magatartást. A kecskeméti vadaskert dolgozói különös figyelmet fordítanak Zorina etetésére, az eddiginél is több vitaminnal táplálják a nőstényt. Tokovics Tamás, a létesítmény igazgatója elmondta, mind az állatok, mind a látogatók biztonságát igyekeztek átmenetileg is megerősíteni, így a plexifalat magasabbra emelték, és további figyelemfelhívó táblákat helyeztek ki. Hozzátette, a jövőben még több intézkedést végrehajtanak, hogy meggátolhassák a baleseteket. Ősszel átalakítják a szurikáták kifutóját. Mint látható, Zorina nagyon jól érzi magát a társaságban, gyorsan beilleszkedett, és mindenki reménykedik abban, hogy néhány napon belül a lehető legtöbb egészséges taggal bővül a család. Közeledik a helyi adók befizetésének határideje. A Városháza felhívja az érintettek figyelmét, hogy a második féléves építményadó és gépjárműadó fizetéséről szóló értesítőket, illetve csekkeket már évelején postázták. Ennek megfelelően a befizetésre kötelezettek újabb értesítőt már nem kapnak. Csak azoknak postáz-e tárgyban levelet az önkormányzat, akiknek a tevékenységében az adót érintő változás történt. A magánszemélyek banki átutalással a Városháza ügyfélszolgálatán is eleget tehetnek fizetési kötelezettségüknek. A második fél évben esedékes helyi adók és a gépjármű adó befizetési határideje szeptember 17-e hétfő. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer, röviden.
Az asszályról és a jégkár elhárításról tanácskoztak ma Kecskeméten a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fórumán. Sportfejlesztési pályázatnak és önkormányzati támogatásnak köszönhetően újult meg az Élményfürdő és Csúszdapark 50 méteres medencéje. Inkubátort és diagnosztikai eszközt adományozott a Megyei Kórház koraszülött részlegének a Mosolyért Egyesület. 3 hónappal az országos vízhangot kiváltó tragédia után ismét van vemhes szurikátája a kecskeméti vadaskertnek. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták a legfrissebb hírekkel. A környék érdekességeit és a Kecskeméti Televízió által feltárt témákat megtalálhatják a kecskemétitv.hu weboldalon. Olvassák és nézzék hírportálunkat a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön a napos időt már gyakrabban zavarhatják meg felhők, futó záporok, helyi zivatarok, néhol egy-egy hevesebb vihar is kialakulhat. Időnként élénk lesz a délkeleti szél. A csúcshőmérséklet 31-35 fok között alakul. Pénteken egy hideg front közelíti meg térségünket, többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. Az élénk változó irányú szél zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat. Napközben 28-35 fokot mérhetünk. Szombaton feltámad és olykor viharossá válik az északi-északnyugati szél. Térségünket vasárnap éri el egy hideg front, amelynek következtében 10-15 fokot is visszaesik a hőmérséklet.